Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Nagyon sokan úgy vélekednek, hogyha farsangról van szó, és jelmezt szeretnének mondjuk venni, készíteni, vagy kölcsönözni, akkor inkább maradnak annál, hogy elkészítem én otthon magamnak, hiszen a jelmez kölcsönzők nagyon drágák, akár több 10 000 forintba is kerülhet egy jelmez kikölcsönzése. Hát nem így van, erről is beszélgetek vendégemmel, Sram Máriával, aki egy jelmez kölcsönző tulajdonosa. Szép napot kívánok! Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Jól mondtam? Tehát akár nem lehet ilyen nagyon-nagyon nagy összegekben gondolkodni, hogyha mondjuk egy jelmezt szeretnénk kikölcsönözni, ez mennyire költséges manapság? Hát vannak ilyen költséges jelmezek, mondjuk a Riói Karnevál, vagy éppen Németországban, ahol minden nap van szinte ilyenkor két hónapig farsang, azoknak magas az értéke, mert kézzel készítik őket. Ezek ilyen kereskedelmi jelmezek, amivel én foglalkozom, és nagy szériában készülnek, és ezért jóval olcsóbbak, pár ezer forint, tehát igen, vagy pár száz forintért vannak a maszkok például, és ha megcsinálja, közel sem közelíti meg azt a színvonalat, mert olyan anyagot nem kap, a varázs nem úgy sikerül, vagy valami. Hát de van, ha belegondolni, hogyha mondjuk megveszem az anyagot, megveszem a ragasztót, megveszek mindent, lehet, hogy még drágábban is jön ki egy jelmez elkészítése, mint hogyha mondjuk bemegyek egy kölcsönzőbe. Persze mindenki eldöntheti magának, hogy készít, vagy vásárol, vagy éppen kölcsönöz. Maszkokat említett, hogy akár pár száz forintért is lehet mondjuk maszkokat bérelni. Nagyon érdekes és ijesztő maszkokat hozott be nekünk Mária. A fiú kollégáim biztos, hogy már felcsillant szemekkel nézik, hogy mennyire viselnék mondjuk ezt a remeket. Viszont vannak jelmezek is, bőségesen. Azt látom, hogy inkább gyermekjelmezek, de vannak felnőtteknek is. Van mostanában trend, vagy éppen divat? Itt például voltak gyerekek az előbb a stúdióban, mondták az óvónénik, hogy a kislányok még mindig hercegnők, a fiúk sokszor ninják, de hát jobban átlátja ezt az egész terepet. Igen, a végül is a hagyományos jelmezek azok megmaradnak, és a kislányoknál, hogy mondja, nagy a szóródás persze ott is, de a hercegnő az ugye mindig csak azt, a gyerekek csak ezt látják, a lányok főleg, hogy szépek szeretnének lenni, szép ruhát felvenni, csillogni, villogni, és az menő. És hát ebben méret is kell nyilván, és a hagyományos jelmezekben könnyebb méretet tartani, mint hogyha van egy ilyen, mint a jégvarázs most bejött, és akkor az tényleg több ezer forint, és akkor a gyerek kinövi, egyszer fölveszi, utána ott hányódik, esetleg még kölcsönadják, vagy nem is tudom, hogy hol landol a végén. A fiúknál pedig vannak a kűzőjelmezek, a hősök, aztán szeretik a most a vas ember, vagy az ilyen nagy motoros jelmezek, akkor hát a Halloween jelmezek is a farsang idején ugye ugyanúgy kellenek, mint korábban. De itt is megvan a méret, meg ugye, hogy sokszor nem elég egy jelmezhez, hogy fölvesz egy nadrágot, meg egy felsőt, hanem azért kellenek a kellékek is, mint attól például a ninja sem ninja, hanem ehhez még kell egy kard is, egy csukja, dobócsillag, öv, aztán szoktunk még ninja kút adni, meg ilyesmit, és azt azért értékelik, mert a kisfiú, ha bejön a kölcsönzőbe, azonnal nézi, hol a kard, hol a kés, tehát a fiút azt nem lehet megtiltani benne, mert az csak ott van a kicsikben és a nagyokban is. Én azon gondolkodom, hogy nem feltétlen csak a gyerekek szeretnek ilyenkor beöltözni, a felnőttek is elmennek egy farsangi mulatságra, nem feltétlen most bárra gondolok, hanem tényleg mondjuk egy partinál megszabják a meghívónál, hogy csak és kizárólag jelmezben szabad érkezni, és ugye ott van a felnőtt, hogy na, most mi legyek, vámpír, vagy valami kreatívabb, de akkor mi? Vannak a felnőtteknél ilyen kedvelt jelmezek? Hát a felnőttek nagyon rafináltak, tehát őket ki kell találni. Az könnyebben elfogadja a kölcsönzős jelmezeket. A felnőtt az már titkolózik egyrészt, tehát nagyon nehéz neki kölcsönözni, vagy belevág és megmondja, hogy neki ez kell. Viszont ha mondjuk szerephez öltözik, mert olyan is van, akkor jobb, ha engem irányít, és akkor szeretném ezt egy ilyen inget, vagy egy nem tudom milyen övet, vagy csizmát. Tehát mondjuk volt olyan, aki bejött, és azt mondta, hogy csak kalózhoz kér kellékeket, és hogy létezik-e így. Akkor neki a ruha nem kell, és akkor csak a kellékeket, ami azzá teszi. És akkor elmondja az elképzelését is, azért elég sok minden van, mert 25 év munkája, nagy gyűjteményen van, úgyhogy viszont vannak olyanok is, mint mondjuk az ügyészségen, vagy egy ilyen munkahelyről jönnek,
akkor ott leállnak és megcsinálják magyar címer, tudom én, csillagfejű csavarhúzó. Tehát ebbe én nem tudok belenyúlni, igen, ezekbe a dolgokba. De azért párokban szeretnek a felnőttek öltözködni, és van, amikor hasonló stílusban mondjuk a pap meg ugye az apáca, de van, amikor teljesen eltérőt is felvesznek. Tehát hangulat kérdése is ez. Most például volt egy úr, az több héten át telefonálgatott, és végül is a felesége egy zebralány lett, nagyon jól áll neki, és ilyen telt Molly, és tényleg aranyos benne, és ő pedig a nagy bohóc lesz, ő a zenész, és többféle kellékkel lett neki, kalapács, hogy majd mindenkinek egyet a fejére vág, akkor mit tudom, fegyelmez, ahhoz is két kelléket. Tehát a felnőttek terveznek, és talán jobban élvezik sokszor, mint a gyerekek. A felnőtteknél én azt látom, hogyha mondjuk ismerősi körbe kutakodok, hogy nagyon sokan szeretnek már ilyen nem túlságosan belemenve, de 18-as karikás jelmezeket, főleg mondjuk a hölgyek, hogy akkor ott már egy kicsit dekoratívabb rendőrhölgynek beöltözni. Ez gyakori még mindig, vagy ön hogy látja? Ott is vannak a klasszikus jelmezek, ahogy mondja, hogy a rendőr, vagy például az apáca, vagy tehát ne legyen sok része, vagy ott van a nővér, ugye, és akkor az a papbácsival, hogyha úgy de általában párba szeretnek, mert ilyen csak társaságok mennek szórakozni. Persze. És végül is ott is megvannak a hagyományok. Tehát a hagyományőrzés az mindenütt nagyon mutatkozik, akár gyerekeknél, mert vannak korosztályok, óvoda, ugye, kisiskolás, nagyiskolás, utána a gimnazisták, mert azoknak már csak egy farok kell, egy fül kell, és otthon van egy szűk felső, és akkor, tehát sokat kombinálnak az emberek, igen. Vagy meg is veszi, mert emléknek. Tehát. Rengetegféle ember van, és tényleg nagyon sok emberrel találkozhat, ugyanúgy mondjuk, mint mi is. Én nagyon szépen köszönöm, Mária, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy ezeket a csodákat itt bemutatta a stúdiónkban. Kívánom önnek, hogy minél több és érdekes emberrel találkozzon. Most pedig egy bejátszás következik, hiszen múlt szombaton új darabot mutattak be a Móri Zsigmond Színházban. A társulat Rabal túl zajos magány című előadását viszi színre, Ivók Robot rendezésében. Erről láthatnak összefoglalót, ajánlót, Bogár Zoltán vágta, Firaszkó Szilvia készítette az anyagot. Mancsika! Szeretlek! Már az iskolában is szerettelek. Milyen érzésekkel jön vissza Nyíregyházára? Elég bonyolult dolog ez, mert nem szeretek hátrafelé nézni, de ebben az esetben kénytelen vagyok. Ugyanis arról van szó, hogy ez a 8. rendezésem itt, az 5. Rabal rendezésem. Nagyon örültem annak, hogy újra találkozhatom azokkal az emberekkel, akikkel korábban már együttműködtem. Egyszer csak látom, velem szemben a felszínen két szem úszik, de a szomjam nagyobb volt, így hát továbbittam. Örömmel látom azt, hogy az 5 hét munka után azoknak az embereknek, akikkel együttműködöm, ugyanolyan a hozzáállásuk, ugyanolyan tehetségesek, mint akikkel 28-29 éve együtt dolgozom. Miért éppen a túlzajos magányra esett az idén a választás? Z mnoha důvodů jeden z nich je, že sám Hrabalí považuje za svoje nejzávažnější dílo. Tekintettel arra, hogy Hrabal saját maga ezt a művét a legfontosabbnak tartja, ahogyan ezt megbeszéltük Schlanger igazgató úrral, egy egészen speciális szöveget dolgoztunk ki, éppen a Nyíregyházi Színház számára ebből a műből. Magának a műnek melankólikus és filozofikus jellege van, és emiatt Hrabal további műveiből kiválasztottunk olyan jeleneteket, amelyek tarkábbá teszik az előadást. Některé další motivy, aby taky jakýmsi způsobem se zapojila větší část souboru. Mi az oka annak, hogy mindig visszatér ide ebbe a kicsi nyíregyházi színházba? Ennek az egyik oka az volt, hogy egy sikeres előadást hoztunk össze, ami az Ő felsége pincére voltam című darab volt. A másik ok pedig, hogy támogatni szeretném a színház új vezetését. Milyen volt ez a próba folyamat az idei? Tekintettel arra, hogy ennek a darabnak a formája, stílusa kicsit más, mint amihez hozzászoktak az itteni színészek, a közreműködők, az együttműködők, egy kicsit bonyolultabb volt a mostani próba folyamat, de nem szeretném értékelni, még mielőtt meg nem látjuk a végeredményt. Milyen karakter ez a Hanta, akit ön alakít az előadásban? Nagyon megtisztelő számomra, ugyanis maga Hrabal. Hanta,
Természetesen úgy, hogy az életének egy kis szelete, mert Hanta valóban dolgozott ilyen munkahelyen, mint én, és ebből kanyarintott egy embert, akinek az egész életét végigkövetjük, a maga rábálos módon, aki látta a vonatokat, vagy a sörgyári kapricsót, azt tudja, hogy tele van tűzdelve történetekkel, humoros részekkel is, és ezekből összeáll egy hrabali kép, mint a gyöngét barbár, inkább talán ahhoz tudnám hasonlítani. Én egy hentes vagyok! Közel áll önhöz ez a figura? Igen. Igen, közel áll hozzám. Ahogy ezt nagyon finoman és szépen megcsinálja Krabel a maga humorával, de az az életérzés, amit egy 50 fölötti férfi érez ma Magyarországon, és pláne aki a helyen dolgozik, ahol már egész egyszerűen olyan tempót fogott ez a világ, és annyira mások lettek az értékrendek, és mások lettek a szempontok, szemléletek, hogy nincs helye, nincs munkája. Egyszerűen véget ér, már nincs rá szükség ebben a korban, és akkor egy picit közel áll hozzám, mert hogy ugye hát én a szakmának a nagy részét, én pont 35 éve vagyok a pályán idén, ahogy elhangzik ez a darabban is az illető, a Hanta, az 35 évig dolgozik egy helyen, és hogy mondjam ezt finoman, tehát az a szemlélet, hogy mindent a marketing irányít, itt most már bárki bármikor castingoltat, az egész egy ilyen bizniszes, versenyszférává alakul, az egész, amihez nekem semmi közöm. Más minőségben töltöttem le az életet, mások voltak a szempontok. Erre én nem vagyok felkészülve, nem tudom ezt követni, nem is akarom természetesen követni ezt a dolgot, úgyhogy igen, közel áll hozzám. Nem akarom elriasztani nézőket, mert nem olyan tragikus ez, de sokunkat érint ez a dolog, és akkor megkérdőjeleződnek az értékek. Ugyan már mi a fontos egyáltalán? Az emberi élet természetesen, és azon belül minden más, ami az emberi boldogságot és az önbecsülését és az méltóságát rombolja, azok kártékony dolgok, nem azok az igazok, azok talmi értékek. Mennyire nehezíti meg a munkát, a próbafolyamatot az, hogy külföldi rendezővel dolgoznak, és hogy tolmács közvetítésével kell, hogy próbáljanak. Ez nehezebb így? Igen, egy picivel nehezebb, de ezt inkább azt mondanám, hogy látom a kollégákon, akik még ezt nem csinálták. Én már az ötödiket dolgozom Ivóval és Halász Andrissal, és nagyon megszoktam. Nagyon megszoktam, minden dupla idő, természetesen. Mert amikor elgurítom a kukli golyót, a térdemmel megérintem a döngöl agyat! Milyen a, csúnya szóval mondom, milyen ez az anyag, a túlzajos magány Krabálnak ez a műve? Ez egy fantasztikus anyag, nyugodtan mondhatom, és nem csak én mondom, hanem maga a szerző Krabál is mondja, több helyütt is úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen minden könyvét csak azért írta, hogy ezt az egy kis regényt megírhassa. És van is benne valami, hiszen ebben annyira összesűríti mindazt az irodalmi és élettudást, amit addig életében összegyűjtött, hogy ettől ez az amúgy kis terjedelmű, tehát tényleg kis regény az egyik főmű, csak ugyan egészen bizonyosan. Szabadság! Elfársak! Szabadság! Szabadság, ocska! Na végre! A fő témája, mint annyi minden Krabál életművében, a saját életéből vétetett, amikor 4,5 évig egy hulladék feldolgozó üzemben dolgozott, magyarul méhben, ahogy azt magyarul mondták. Itt ismerkedett meg egy nagyon színes egyéniséggel, akinek hatalmas dumája volt, és nagy piás is volt. Ő lett a modellje a hantjának, vagy hantának, ahogy magyarra tettük, hogy ne legyen olyan nehezen kimondható. Ő és saját maga. Tehát, mint a legtöbb Krabál műben, itt is életből és hatalmas irodalmi tudásból dolgozott. Mennyire volt nehéz ezt a nyíregyházi színházra, a nyíregyházi színészekre, erre a társulatra adaptálni ezt a darabot?
A Nyíregyházi Színháznak nagyon hosszú hagyományra tekint vissza a Hrabállal való kapcsolata, egyszer mint Hrabállal és Ivók Robottal a rendezővel. Ezelőtt 29 évvel rendezte itt Ivók Robot az első Hrabál darabot, az ő felsége pincére voltam, Mott, amely nagyon nagy siker volt Magyarországon is, sőt még külföldön is, Avignonban, az Avignoni Fesztiválon nyert díjat. Ez a darab eredetileg egy kisregény, mégpedig rendkívül irodalmi kisregény, amiben nincsenek párbeszédek, nincsenek leírások, egy hatalmas monológa az egész. Igen ám, de Ivók Robot csinált ebből darabot, és ettől ez nagyon is darabszerű lett. Miközben őrzi az eredeti műfaji sajátosságát, és ehhez kölcsönösen nagy szerencsével egy olyan főszereplőt talált Horváth László Attila személyében, aki valami egészen elképesztően érzi és érti ezt a hatalmas szerepet. De ettől ez még nem válik egy puszta monológgá, vagy monodrámává a darab, hanem összesen 17 színész játszik rengeteg szerepet. Részben a hulladékfeldolgozóban, és nagyon sokszor a zajos magány igazi helyszínein a kocsmában. A zajos magány eredetileg a kocsmákat jelentette. És hát ebben is Hrabál nagyon otthon volt, mint ahogy Ivók Robot is ismeri nagyon ezt a világot. Állandó és időszaki kiállítások is várják az érdeklődőket. A Szatmári Múzeumban erről beszélgetek az intézmény igazgatójával, dr. Cservenyák Lászlóval. Szervusz, igazgató úr! Szervusz, szeretettel köszöntelek is a nézőket is! Mi várható 2016-ban, hiszen ilyenkor évelején minden intézmény azt mondja, hogy ó, nagy durranásan 2016-os év, miénk lesz a Szatmári Múzeumban is ez a helyzet? Mondhatnék ezek után mást. Természetesen, és hát nincs is kezdet, nincs vég, hiszen decemberben fejeztünk be egy óriási marketing kampányt, Máté Szalka Fényvárosa és Hollywood Bölcséje címmel, ami rendkívül sikeres volt, több mint 120 ezer elérésünk volt 3 hét alatt. Tehát azt hiszem, hogy a Fényvárosa projektet azért igyekeztünk megalapozni, hogy kevesen tudják, hogy mai Magyarországon először 1888-ban Máté Szalkán gyulladt az elektromos közvilágítás, és hát hogy Hollywood bölcséje miért, hát Cukor Adolf, ugye ott nevelkedett Máté Szalkán, aki a Paramount Pictures és az egész Hollywood atya volt, megteremtője, és hát a másik generáció ugye Tony Curtis, akinek az édesapja Máté Szalkán született, tehát hagyjuk is ezt, de hogyha valaki erre kíváncsi, akkor a múzeumnak egy gyönyörű virtuális túrája nyílt meg a honlapunkon, tehát a szatmarimuzeum.hu oldalra rákatintanak, és van egy virtuális túra, amelyen az egész Kossuth utcát, a villamosítás történetet, Cukor Adolfot, Tony Curtis, és természetesen a Szatmári Múzeumot is bebarangolhatják virtuálisan, információkkal végigjárhatják a múzeum szekérszínét, benne lévő kiállítási tárgyakkal, az épületet, a különböző szalonokat, úgyhogy ajánlom figyelmükbe ezt a virtuális túrát, és hát már mindjárt kapcsolódunk ahhoz, hogy egy gyönyörű felújítási programban vettünk részt, amelyben a Kocsiszínnek egy bizonyos része már meg is újult, új látványelemekkel bővült, amelyre bizony várjuk a látogatókat, és hát bízunk be ennek a folytatásában. Ebben az évben ez a felújítási program, a Kubonyi Ágoston programban, az állandó kiállítások felújítása programban tovább tudjuk ezt folytatni, és olyan egyéb virtuális és látványelemekkel, illetve audiovizuális eszközökkel tudjuk ezt a gyűjteményt érdekessé tenni a látogatók számára, ami újra egy újjászületése ennek a kocsi szekér gyűjteménynek. És hát természetesen napjainkban mi van, most egy gyönyörű baba kiállításunk volt, Kisdedvárás jegyében, még mindig látható, közel 1000 baba látható, nem az eszteri, nem, ez egy Máté Szalkai óvónőnek, a Szamosinénak a gyűjteménye, gyönyörű interiőrben, gyönyörű babákkal, úgyhogy ezt karácsony előtt nyitottuk, és ez még látható. Illetve most ez ilyen női szakasz volt, a Sóstói Múzeumfalunak az Asszony lesz a lányból című kiállítása, amelyben az asszonyi munkákat, illetve azokat a tevékenységeket, amit a lányok, asszonyok a háznál végeztek, ezeket mutatjuk be. De aztán márciusban indul újra az élet a Szatmári Múzeumban, hiszen ezek a kiállítások annyira gyönyörűek, hogy 3 hónapig tartjuk ezeket, hiszen a tél az egyébként is látogatás szempontjából kicsit enyhébb, főleg ilyen ködös időben nem igazán a múzeumot keresik az emberek, hanem a fürdőket, a szaunákat, tehát azért nagyon sok látogatót fogadunk így is, és márciusban indul újra az élet a Szatmári Múzeumban,
Kelet-Szlovákiai Múzeumnak a gyönyörű pipa gyűjteménye most a József András Múzeumban van, azt mi is szeretnénk bemutatni. Csatú Tamás festőművésznek gyönyörű női aktjait és gyönyörű tájait bemutató kiállításával nyitunk, majd Stefán Gnántnak a kiállítása áprilisban, aztán márciusban még egy vándorkiállítást fogadunk, zsidó kéziratok és különböző szakrális tárgyaknak a bemutatóját a zsinagógában, aztán májusban pedig a Párizsban élő nyíregyházi származású Franyó Átótnak a kiállítására készülünk, ami két hónapon keresztül lesz nálunk. Most jelenleg a Stájföldön ott is van egy műterme, ott alkot, és kimondott, hogy teljesen új anyaggal készül erre a kiállításra. Azon gondolkodom, hogy te vettél-e közben levegőt, illetve hogy mennyire brutálisan naptáragyod van, hogy minden tudsz, és hogy akkor mi miután következik, és így tovább. Tudom, hogy mit szeretnék. Egy jó igazgató, tényleg ilyen. A március, ahogy beindul újra a Szatmári Múzeumban, mi lesz ezután? Gondolok itt arra, hogy akkor már ott közeleg lassan-lassan a június, a múzeumok éjszakája. Bizony, hát, tehát a Franyó Átót, ugye az május és június végéig tart a Franyó Átótnak az a kiállítás, ez a két hónapon keresztül, és azt követi ugye már június 25-én a múzeumok éjszakája, amire rendkívül módon készülünk, egy nagy festett láda kiállítással, illetve szeretném még sztárvendégeket is meghívni, azt még nem árulom el, hogy ki mostani mi volt a sztárban, sztár akármiben egyik jeles figurája, aki kapcsolódik akár Kassához is, vagy Észak-Magyarországhoz, vagy egykori Magyarországhoz, úgyhogy egy nagyon ügyes, jó érdekes fiú, úgyhogy most éppen még ezzel a céggel tárgyalok, akik közvetítik. A júniusi őket. Festett ládák, az a múzeumok éjszakája, és igen, ami Tiszavasváriban volt. Igen. Ez a Dobó István múzeumnak a gyűjteménye. Tehát a múzeumok között nagyon jó kapcsolat. Hogyha valakinek van egy-egy sikeres vándor kiállítása, akkor azt igen, ez most Kézdivásárhelyre megy, majd most Szolnokon van éppen, és onnan jön majd vissza hozzánk, ugyanis zsidó kéziratok, ugyanis a pipa gyűjtemény. Tehát nagyon fontos, mert egy nagyon nagy értékű kiállítások. Tehát egy vándor kiállításnak a létrehozása nagyon, nagyon költséges. És hogyha elkészül, akkor igyekszünk a múzeum közi kapcsolatokon keresztül ezeket minél több helyen bemutatni, illetve fogadni is ezeket a kiállításokat. Neked a múzeum és média közötti kapcsolatokat is igenis ki kell használni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, igazgató úr. Legesleges legkésőbb akkor júniusban szeretnénk elmenni a nagy rendezvényetekre mindenképpen. Tavaly nem sikerült eljutnunk hozzátok, idén reméljük, hogy ott leszünk. Szeretettel. Köszönöm szépen az ajánlót. Köszönöm szépen. Szervusz. Szia. Elektronikus tananyagokat készítenek a Nyíregyházi Főiskolán, vagy hát mondhatni a Nyíregyházi Egyetemen. Erről beszélgetek vendégemmel, dr. Wallner Judittal, aki ennek a projektnek a menedzsere. Szép napot! Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, és örülök neki, hogy lehetőségem van erről a projektről ilyen nagy nyilvánosság előtt is beszélni, ugyanis nagyon nagy jelentősége van ennek. Dunamenti országok vannak benne a projektben, a Nyíregyházi Egyetem konzorciumi partnerként vesz részt benne, és a környezeti nevelésről szól az egész. Tehát azért, hogy tudjunk tenni valamit, azért, hogy egy szebb jövőt adjunk a gyerekeinknek, illetve tanítsuk meg őket arra, hogy mi az, amit másképp kell csinálni, mint amit mi sajnos mondanom kell elrontottunk. Milyen nyelven fognak megszületni ezek az anyagok, és hogyan lehet majd elérni, hogyha elkészül? A projekt 2014. januárjában indult, ennek az évnek a végén zárul, és még nem nyilvánosak az anyagok, ugyanis még tesztelési fázison és javításon mennek keresztül. Angol nyelven folyik az egész munka, így aztán a tananyagok is angol nyelven készülnek el. De úgy gondoljuk, hogy annak a korosztálynak, akiket ez érinteni fog, 5-8. Osztályról beszélünk, ma már nem szabad, hogy probléma legyen már Magyarországon sem az, hogy angol nyelven feldolgozzanak valamilyen tananyagot. Nagyobb gondot látunk abban, és ezt már tapasztalatból látjuk, hogy a tanároknak nagyobb probléma az, hogy angol nyelvű tananyagot fel kell dolgozniuk a diákjaikkal. Kiknek szól majd ez a tananyag, hiszen említette, hogy most esetleg még kisiskolások ezek a tanulók. Van egy célzott közönség, akit igenis szeretnének elérni a partnerek ebben a projektben, vagy tényleg mindenki számára nyitott lehet majd az elkészült anyag? Mindenki számára nyitott lesz majd az elkészült anyag az eSchool4ESZ honlapján, de elsősorban ezt a 5-8. Korosztályt célozzuk meg.
tanárok segítségével, tehát környezettan szakos tanárok, vagy biológia, földrajz, kémia szakos tanárok, a célközönség elsősorban, akik valószínűleg használni fogják ezt a tananyagot, akár tanórai keretekben, akár szakköri keretek között. Miben több ez, amit mondjuk egy általános iskolás kaphat ténylegesen egy átlagos tanórán? Mondjuk azt, hogy a nehézség az előnye is, hogy angolul megy az egész. Tehát elsősorban egy nyelvvizsgához egy olyan témakörben szerez szókincset, amit így élő egyenesben fog megtanulni, mert a bőrén fogja érezni, hogy ismerni kell azokat a szavakat, hogy beszélni tudjon ebben a témában. A másik dolog pedig, hogy az egyik fő célja ennek a projektnek az elektronikus tananyagok elkészítésén túl a kapcsolatépítés, a hálózatépítés. Tehát amit nagyon reméljük, hogy tényleg fog is adni ez a projekt mind a 10 partnernek, akik 8 országból vesznek részt, és ezen belül a tanároknak, és még leginkább a diákoknak, az, hogy egymással kapcsolatot tudnak felvenni, és tartani, és építeni. Akkor lényegében úgy tudnánk összegezni tényleg ezt a pár percet, amit most így elmondott nekünk, hogy Dunai régió, 8 ország, 10 partner, online angol nyelvű tananyag, és bárki számára elérhető, de leginkább ugye a 5 és 8. osztályosoknak. Nagyon remélem, hogy még találkozunk, hiszen akkor a projekt lassan-lassan a vége felé közeledik. Mindenképpen szeretnénk majd beszámolni arról, hogy hogyan is készült el ez a tananyag, amikor a projekt a végére ér. Én köszönöm szépen, Judit, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak ismét, ez volt a Weekend, egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét, jövő hétre kitartást, a viszontlátásra!